Szerusztok, Pé vagyok, és ez itt Minecraft Better Than Wolves 11. epizód. Előző részben lejutottunk a Netherbe kisebb-nagyobb szenvedés árán, és szereztünk netherreket, amivel tudunk ilyen infinite égő izémizéket csinálni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy Nether portállal viszont vannak problémák. Nether portállal következő probléma van. A játékban van egy mechanizmus, amit possessionnek hív a játék, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgok történnek mobok körül. Például van körülöttük egy Ender portál helyett Nether portál. Akkor ilyen lelkek megszállhatják őket, amiknek a különböző állatoknak különböző kihatása van, például a csirkék felrobbannak. Szóval menjünk vissza most, és gyorsan üssük ki azt a Nether portált, amit odaraktunk, miatt az összes csirke ott a környéken meghal. És sajnos az a helyzet, hogy mondjuk lehet, hogy így is úgy is meg fognak halni. Mire jutunk odáig, hogy legyen hemp, amivel hemp seed, amivel el tudjuk csalogatni őket. Mert ahhoz kellene egy kapa, amihez kellene egy iron. Mondjuk egyébként még meg is lehet. Még akár ma is meg tudnánk csinálni. Jó, hát reméljük, hogy nem haltak meg. Vagy hogy nem lettek pozeznek, mert akkor egy időn belül fel fognak robbanni. Na. Gyorsan menjünk vissza a bázisra. Ezt csak mindenképp meg akartam így gyorsan tenni, minél előbb. Mondjuk, ha már itt vagyunk, akkor ezeket a... Na. Most jön föl a nap nagyba, igen. Szóval a mai napra a terv, igazából akkor már működő, hiszen mondjuk a bázisra ezt megtehetjük, hogy gyűjtsünk fát, mert az most nagyon kell. Aztán egy másik dolog, hogy a vascsákányt végül örülök, hogy nem használtam el az előző videóban 100%-ig, mert a vaseszközöket, amikor elérnek ilyen effektíven nulla durabilitást, akkor érdemes elrakni, hogy amikor a Crucible-ig jut az ember, ha a Crucible-ig jut az ember, akkor vissza lehet kapni belőlük a vasat, legalábbis egy részét, kétharmadát azt hiszem, és lefelkerekítve, és a gyémánt eszközököt pedig 100%-osan is vissza lehet kapni belőlük a gyémántot. Úgyhogy jól van, már ez ember, ha megvan a Crucible, nem kell soha kb. Bányászni menni, meg hasonló. Na. Jó, van egy fafejszénk, úgyhogy most azzal fogjuk tolni. Ez egy milyen érdekes fa. És igazából azon gondolkozok, hogy van most három gyémántunk. Csinálhatnánk egy gyémánt kardot, meg egy gyémánt lapátot mondjuk tényleg. De én azon gondolkozok, hogy csináljunk egy gyémánt fejszét. Mert akkor az nagyon sokáig jó lesz. Illetve arra is meg kellett jönnöm, hogy a vas fejszénket azért basztuk szét ennyire gyorsan, mivel fegyverként használtuk, és a fegyverként használod két durability-t is vesz le. És mi azért elég sokat csapottunk velem a bokat. Ami nem volt egy túl okos dolog. Na, ezen kívül a következő nagy projekt az az lesz, hogy beszéltünk költözésről a lávához, a Ravine túloldalára, a másik Ravinehez, de akkor az volt igazából a nagyobb lényeg, hogy
csirkék közelébe menjünk. Viszont most eltűntek onnan a csirkék, mint igazából az összes többi állat is. És ettől függetlenül nekünk ez a bázis nem rossz olyan szempontból, ahol most vagyunk, hogy most már tényleg ide berendezkedtünk, és akkor nem veszítenénk furnészeket se a költözéssel. Jó, csináljuk meg az Iron Hold akkor. Amit úgy csinálunk, hogy ilyet csinálunk. Ilyet csinálunk. És ilyet csinálunk. És ezzel tudunk szerezni. Hoppá. Ahhoz, hogy akartam. Szóval ezzel tudunk szerezni nem nagy mennyiségben, de tudunk szerezni hemp seedet. Szóval itt van egy nagy üres rész. Reménykedjünk benne, hogy jó RNG lesz, meg kb. 5% a drop rate. Hogy statisztikailag minden huszadik bányászásra lesz belőle egy. Állítólag 10% a drop rate. Na, hát... Végre. Jó, hát akkor vágjunk egy kis fát, ha már itt vagyunk. Inkább... Szedjünk földet. És kell majd csinálni egy elkerített részt a csirkéknek. Kijön valami. Ah, olyan jó, hogy nem kell azon aggódni, hogy bejövök és nincs fény. Na, elvileg ezzel lehet csinálni egy olyat, hogy nyom, kontrollt, igen, bele lehet állítani a földbe, nem felszel inventory helyet, és valamikor majd el lehet jönni érte. Na, egy dolog, amit vissza szeretnék csinálni, az, hogy itt volt ilyen nássünk le blokk, fedezék blokk. Egyébként alkalmatlan szeretnék csinálni, szerintem innen, ha egyenesen elkezdünk esni, akkor nagyjából arra fele jutunk, ahova a csirkéket, tehát amerre a csirkékhez tudunk menni. Szóval szeretnék egy egyenes utat innen arra, de dörökkel kirakva, hogy legyen fény, két szép nagy fal a szélén, teljesen a vízig, amiből szintén lekerítenünk egyrészt kivilágítanánk, és akkor el lehet menni a csirkékhez is, el lehetne menni a horgászni is, és teljes biztonság van kivéve. Gloom Knight van, sőt meg Gloom Knight-ba is, ha kivilágítjuk Netherrack-ön. Mert ez a következő nagy projekt. És akkor közben... Hát jó, ha gyűjtünk vasat. Meg lassan szenet is kell mondjuk. Bányászni meg ilyenek. Most reggelig szerintem lesz egy skip,
addig csak így vikarozok, meg ilyesmi. És akkor holnap csinálunk valami csirkés dolgot. Na, elkezdett még csak éppen nappalodni. Beraktam a következő adag vasat, egyelőre nincs mivel meggyújtsuk, de ettől függetlenül beraktam. És itt raktam azt az egy obszidiánt, amit hoztunk, mert egész miért ne. Úgyhogy ja, akkor a következő napi ponti terv elmenni a csirkékért, ha még élnek. Vagy ja, először talán építeni nekik valami biztonsági dolgot. És aztán elmenni értük. Tehát valami olyasmit kell csinálni, hogy ne tudjanak a mobok hozzájuk jutni, de még legyen elég napfényük, mert a fűnek kell napfény, és nekik se pók, se semmi ne férjen hozzájuk. Zombi. Meg egy csontváz. Meg még egy csontváz, meg egy creeper. Őszintén a creepert lehet megpróbálnám elkapni. Mert hogyha tudunk szerezni creeper boss-t, akkor annyival közelebb vagyunk a következő fegyverünkhöz. Na mindegy. Hát most azért túlkerülhetünk egy jó nagyot. De megoldotta nekünk a problémát, hogy földblokk. Most egy kicsit több van. Csapó 2. Bár itt ezen a füves területen nem a legjobb. Oké. Okay. Már csak egy kell majd a fejszéhez. Mit csináljunk a csirkékkel? Nem mondó lennék, hogyha be tudunk ide így ásni. Akkor előbb-utóbb lesz fűük. Első pár nap alatt talán nem halnak éhen. Vagy hát, nem tudom, de még napközben kiengedhetjük őket, hogyha ez úgy néz neki, hogy probléma lesz. Csak olyan a fa, amit így felérjük rakunk, meg elégkerítés, meg mit tudom én. Nedőrök is elvileg ad ki magából ilyen, mert abban nem vagyok most teljesen biztos, de hiszem, hogy az is ad ki magából ilyen lelkeket, amik tudják pozesszelni az enemiket. Jó, hát
Egyelőre mondjuk azt, hogy good enough. Ha lecsaltuk őket, akkor még befalazzuk és tudjuk a bázist továbbfejleszteni. Ha még élnek egyáltalán, lehet össze meg kellett volna nézni, de nem akartam az időt pazarolni, hogy még oda-oda mászkálunk. Megvan egy kis surface iron. Két pipit, ha már tudunk szerezni. Az jó. De egyébként se baj, ha egy kicsit elcsaljuk őket. Baszki, itt egy csomó van. És a csirkék úgy fognak majd működni, hogy alapból csak úgy vannak, viszont hogyha az ember megeteti őket, ami azt hiszem, hogy hemp seed és bone meal combo, ami most biztos, hogy ez, akkor tojnak másnap tojást hajnalba. Oké. Vágunk meg fát. Ó, ez sok szempleg jól jön. Jó, négy darab, azzal ezt megcsináljuk, és majd még vissza bázisra menet vágunk meg. A glue megöli a csirkéket? Erre nem gondoltam. A mobok spawnolnának be, szerintem. Így is van rá esély egyébként, hogy mobok spawnolnak be. Az a helyzet, hogy ha félszlepeket tennénk rá, akkor azokra mobok nem tudnak spawnolni, azt hiszem. Viszont... Tehát arra nem tudok a csirkék kapirgálni. És azért kell nekik fű, hogy tudjanak. Na jó, hát
Még esetleg tudunk nekik gyorsan csinálni egy fényforrást. Elfelejtettem már, hogy az milyen lassú. Oké. Okay. Ó, ne! Ezt elfelejtettem, ezt mindig elfelejtem. Please don't die. Azt mondom, hogy lesz este fényük. Most megelőlegezzük, hogy nem lesz. Nem előlegezzünk meg semmit. Biztos sem megyünk. Fuck, nem cse... Elfelejtettem berarakni a clayt. Jó, jó, engedjük el. Jó, ha nem sikerült, holnap több csirkét hozunk, és újra próbáljuk. Ez elég szarul ment. Nem gondoltam át egyszerűen részeit. Na. Holnap kell tudnom csinálni. Csak csináljuk meg már most. Ja. Egy ilyen alatt begyújthatnék, de ennek nem láttam túl sok értelmét, vagy hát kolla még kettő alatt, de majd. Jó, hát ha a csirkékhez belülre nem spawnol semmi, kívülről szerintem nem fér hozzájuk semmi sem. És megfeltételez, hogy tovább is robbannak fel. Jó, most csináljunk egy kis helyet az inventorinkba. Bár ez könnyebb mondani, mint megtenni. Mi szokott itt lenni? Nem tudom. Jó. Na, elkezdett nappalodni. Úgyhogy sokára mehetünk, meglesetjük a csirkéket, hogy túlélték-e. Vagy ha majd közben tudunk szerezni még egy Creeper Boss-t, akkor faszák vagyunk, mert akkor már csak fát kell vágni, és garantít gyémánt fejsze. Úgy lehet, egy kardot kéne jobban csinálni, de
Én úgy gondolom, hogy a fejszélvel jutunk majd tovább. Oh. Két fonalat is dobott, de persze mind a kettő leesett. Ugye nem is tudom, hogy ezt tényleg be tudnak itt ugrálni. Meg jó, hogy eddig sose történt meg. Lehet az Emre ezt a blokkot ide raktam is. Na mindegy. Jó, na gyere most, akkor nem maradj ott. Bár lehet, hogy az ollót kéne megcsinálni. Mindegy, megcsináljuk lesz egy gyémánt sárkány, gyémánt fejszét, mert azzal tudunk hip-hop ütemfát vágni. És utána megyünk lenyeszteni, és akkor abból lesz olló, meg kódra, meg minden egyéb. Mert hogy a hempet egyébként, hogy levágjuk, ahhoz egyébként is kell olló. Mobokat. Egy csontvázat hallok valahol. Na, itt szedtük a hempet. Ó, ott egy creeper. Pipik. Nem hallom őket. De hallom őket. Mind a három itt van, nagyon szupcsi. Na, csapó kettő. Hozhattam volna egy fákját magammal. Jó, és akkor most okosan rakunk le. Még egy nether racket. Mi az, hogy... Miért esett le? Ez nagyon nem akar az ott meggyulladni. Jó, mielőtt még egyszer kigyújtja, vagy ki az alasztom a tüzet, kihalszik a tűz. Csináljuk meg fölé a blokkot. Először. Ez beszarás. Na. Igen. 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 Wow! Fenomenális. És ezt úgy szeretném.
Na és most már itt blokkoz. Hagyjátok fűvel, hát szép lassan terjed. Csak azon kell majd aggódni, hogy kigyújtja fölöttük a fát. Na. Ekkora élet fájdalmat. Hát ez csak nem kéne, hogy kigyújtja. Hogy kigyújtsa. Hogy ebben az esetben segítene, vagy csak rosszabbá tenné, de... Ja, csináljunk valamit. Na és most kíváncsi vagyok egyébként, ha teszünk oda egy blokkot, akkor van-e fénye a csirkéknek? Hát ez gloom. Mi azt jelenti, hogy ez a fény nem megy át rendesen oda. Mi azt jelenti, hogy csináljuk meg, hogy... Ó, van szerintem csirke, ami pozázd. Ha megnézitek ezeknek a tolla egy... Nem, ez is olyan. Ez most csak a fényeffekt, vagy mind a három csirke pozázd? Várjunk, ez a netherrack. Csináljunk egy olyat. Igen, igen, gondoltam, hogy ki fogtok jönni. Ha így ezt lejjebb ásom. Szerintem annak kéne itt fényt adni, ez buziság, hogy nem adott ott fényt. És legeltettük őket, meg minden. No. Ne! Mi van veletek? Ugye nem megy a nap. Ez csak kibírt egy jönni. Hát jó.
Aztán a szerencsés túlélő, úgyis csak kettőre volt szükségünk. Most már csak az könnyen robbanja attól. Hogyha az a netherrack ott nem basztatja őket, akkor szerintem rendben leszünk. Ha egy nap ide jövünk és halottak a csirkék, akkor tudjuk, hogy mi történt. Ez egy kísérlet. Visszaértünk, hoztunk fát, szóval technikailag megtettünk mindent, amit szerettünk volna. Csináltuk a csirkéknek az ólat, és tényleg, hogyha az a netherrack nem fogja őket megbasztatni, akkor működni is fog. Ez az epizód most ilyen lightos volt ebből a szempontból, nem csináltunk ide sok mindent, de kísérletezünk. A következő epizódban akkor szerintem bányászunk, hogy legyen vas, mert most ugye elfogytunk, ez az utolsó oldal, ami készül. És akkor, következő cél, Cauldron, csirkékkel együtt, vagy csirkéktől függetlenül is. Úgyhogy, következő epizódig akkor. Szervusztok!